Január 12-én és 15-én nem lehetett ügyet intézni az önkormányzati hivatalokban, ugyanis a munkavállalók sztrájkba léptek. Az országos szintű munka beszüntetés immár negyedik alkalommal nehezítette a lakosok dolgát. A magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete már tavaly novemberben bejelentette, hogy elkezdték az idei sztrájk előkészületeit. 2016 óta szeretnék érvényesíteni követeléseiket a munkavállalók, akik azért léptek fel a kormány ellen, mert szerintük vállalhatatlanul kevés a juttatás, amelyet kapnak. Közel 17 ezer közszolgálati dolgozónak 10 éve nem emelkedett a bérá. A kétnapos sztrájkhoz városunk is csatlakozott. Az MKKS Hajdusszoboszlói Polgármesteri Hivatal alapszervezetének elnöke, Pásztor Miklósné elmondta, hogy 98 önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a munkabeszüntetéshez. A sztrájk törvény értelmében a munkavállalók nem lehetnek a munkahelyüktől távol, így a városunkban érintett dolgozók is a hivatalban töltötték el idejüket egy jó film megnézésével vagy egy kommunikációs tréningen való részvétellel. A munkabeszüntetés azonban a halaszthatatlan ügyekre, mint például katasztrófa vagy haláleseti anyakönyvezetés nem vonatkozik. Korábban már két alkalommal folytak tárgyalások, ahol forintosítva is lett a követelés, azonban azóta csendövezi az ügyet. 50 os béremelés szeretnének elérni három év alatt, ebből az első lépés egy 25 os emelés lenne. Amennyiben a kormány nem tesz eleget ennek az igénynek, Újabb sztrájk fog életbe lépni. Az MKKS már kihirdette ennek az időpontját is. Ez február 15-től 19-ig lenne, ezzel már három naposra bővítve a sztrájk hosszát. Amennyiben ezzel sem érik el céljukat, március 7-től 10-ig további munkabeszüntetésre lehet számítani.